mert sok rossz ember megtalálta a csapat. Az az edit, hogy lefarul a székről. Nagyon jó, nagyon tetszik. Olyan nagy dolgokat mond. Jó, biztos fiatal, nem szabadna. Még egyszer. Leváltottam a nevemet, mert sok rossz ember megtalálta a csatornámat. De van... Nagyon jó, zseniális. Hánytam egyet. Nem. Most a levő. Én nem szoktam hányni. Vagy kell vizet csinálni. De gyere, akkor már Evil úgy a jó, ha Discordon is vagy. Hallják az emberek itt a gondolataid. Milyen kis piros kezed van? Le vagy égve? Szerinted? Halló! Szevasz! Kicsit hallom. Hogy szereszél ennyi feliratkozót, mivel szedted fel magadra az embereket? A kedves bájommal, hát mi más? Jaj, micsoda kérdés ez? Mivel szedtem fel az embereket magamra? Fizetett nekünk, hogy nézzük. Rinna vagyok. Tudom, viszont sajnálattal láttam, hogy mit? Beleettél a sonkámba. Milyen sonkádba? Nem ettem bele. A csirkemás munkában. Nem. Fel volt bontott. Spárosat bontottam fel. Fel volt bontott. Nem. Egyébként nem látszott. Ez egy olyan, mintha magammal beszélgetnék. Ja. Szóval nem mettem meg a sonkádat. Biztos vagy benne. Biztos. Csak spárosat bontottam fel. Na ez egy tök jó kép. Na végre. Na. Mert az enyémre mondod? Köszönöm szépen. Át kéne váltanom valami szebb fejű karakterre. Nem tetszik, hogy ez kis csúnya fejű rá. Fokkal szebb. Jó, nincs itt semmi látnivaló egyébként, szóval így nem megyünk. Ne bodysémi. Hát de látod, milyen feje van. Kis izé. Kis nyújtott fejű. Ennek sincs szebb, szóval hogy nem azt mondom, hogy minőségi váltás volt. Amúgy Benita, nem jössz, vagy? Hova? Hát nézi, te is. Tényleg, de ott, hol tudom nézni, Geci, én... Hello, hát, hogy szépen beszél a izébe. Hello, stream, családbarát stream. Hello, hogy beszélsz? Most nézd meg. Na, a izébe, a moderátor csevegőben ott van a link a izéhez. Watch Together-höz. Mi? A modi csevegő, hol? Te ittál valamit, vagy mi van? Ne, jó, látom, jó. Remek, helyre rakjuk a székeket, ez aztán nagyon birodalmi meló. Tényleg Jedi mesternek érzem magam, hogy a takarítók helyett pakolom a székeket. Nagyon jó. Örülnek a székek. Mi történik itt ebben a játékban? Védetek 40 ízbe, hoppá, Margaréta lány, gondolom terédeltél, ó, bocsánat, annyira belefeledkeztem itt a rajzolásba. Köszönöm szépen a rédet, nagyon kedvesek vagytok, hello mindenkinek, elnézést kérek. Twitch, köszi szépen, no. Nagyon köszi. Éppen rajzolgatunk, hazai feladványt kaptam, szóval hello mindenkinek, remélem jó volt a stream, mit csináltatok? Láttam, hogy nem. Ja, hát nem így néznek ki, ez tipikus Barney. Amúgy, az a piros nyíl, a hűha, na ez pontosan, csak a YouTube. Jaja, mint Alex Csigért látom. Viktor, neked hogy lehet 50k feliratkozód, majd tudsz róla csinálni egy videót? Ne viccelj, Zonik, van róla videóm. Nem tudtál megfogni, mert van erről videóm. Van 10 000-nél, van 20 000-nél, van 50-nél, szóval hogy végig tudod követni. Úgyhogy ott van. Hova tűnt a rákom? Megöltem, kibeleztem. Ja. Itt is azért tök jó az egész, csak hogy kicsi a dinamika mehetett volna bele. Szóval, hogy amikor képeket mutatunk, akkor általában egy videónál is, egy sima YouTube videónál is tök jól néz ki az, amikor a kép közeledik, vagy távolodik. Itt például simán jó lett volna, hogyha a képek, hogy be vannak vágva, mozognak, nem csak egy álló képet látsz, vagy ráraksz egy kameraséket, és akkor a kép így izi, megy a sék, mintha tényleg ott lennél egy kézi kamerával. Szóval, hogy ezek feldobták volna így az előzetes.
Virsis Papucs 26 fős csap. Micsoda történések vannak itt. Nagyon szépen köszönöm. Hát hello, hello mindenkinek. Épp egy olyan streamet sikerült elcsípni egyébként, ez ma a második raid, ami nem a megszokott, szóval, hogy én általában nem ezt csinálom itt a Twitch-en mostanában, mert hogy viszonylag itt új szereplő vagyok, hanem általában ilyen videót vágok, videót elemzek, szóval, hogy ilyen tartalomgyártói dolgokat csinálok, és most ez egy ilyen random stream, amit így fellőttem, hogy megnézzük, hogy hogy szuperál a Capture Card, és facecam sincs meg semmi, szóval így köszönöm szépen a raidet. Nyilván egy ilyen szituba érkeztetek meg, úgyhogy most egy ilyen nagyon erős nosztalgia faktor van. Nem tudom, hogy ki játszott régen ezzel a játékkal. Nyár az uborka szezon? Hát figyelj, amúgy igen. De nem tudom, olyan jó volt eddig az év, hogy tök jól ment a YouTube csatorna, és akkor júniusban meg brutál visszaesés volt. Jó, nyilván lehet, hogy én is azért visszafogtam magam, én meg a témák se voltak olyanok, meg a Chrome is lefagyott most, szóval most nem látom a chatet. Jézusom. Na látjátok, ez a baj a Windows-zal, hogy nem működik. Konkrétan lefagyott a Windows-os gép. Mindjárt megint begyorsul. És okos, hogy nem akarok sétálni a játékban. Nem akarom, hogy arról szóljon, hogy sétálok. Mi ez itt? Hoppá, most már semmi. Milyen kupi ez, olyan? Úgy néz ki most ez a helyszín, mint egy átlag lomtalanítás kezdete zuglóban. Ez most így full olyan. Jó, ezek. Figyelj, nem az számít, hogy mivel veszed fel, meg mivel vágod, hanem konkrétan az számít, hogy mit vágsz, meg mit hozol ki belőle. Most érted, vághatsz te Da Vinci-be is, meg felvehetsz RED kamerával, ha egyszerűen szar, amit csinálsz, akkor tök mindegy, hogy kapsz a végén egy jó minőségű szart. Tehát, hogy látjátok például a Barney is milyen kamerával dolgozik, brutál profi kamerával, és nem olyan jók. Tegnap volt csütörtök. Rendeltem a Voltról, és felismert a futár. Mi van? Komolyan. Pont a legrosszabb formámban nyitottam ajtót, és akkor izé mondta, hogy jók a videók. Mondtam neki, hogy köszi. De komoly. Nagyon kedves volt. De így nagyon meglepett, hogy micsoda. A videót, amit ma töltöttünk fel a csatornákra, ne feltétlenül nézd meg. Talán hangos is lesz, káromkodás is van benne. Ha gondolod, streamen kívül szabad időben. Ne haragudj, György, de szabadidőmben. Egyrészt van-e olyanom, másrészt így szabadidőben nem tudok ezzel foglalkozni, szóval. Még streamidőben se fér bele minden, amit szeretnék. Rossz narráció, az elavult intro, az elavult rossz hangeffektek használata és annak rossz kori használata, vagy a 10x3, lehet a mikrofonod, lehet az előző néma videó, hogyha a videót függetlenül rossz. Ja, igen. Jó, figyeljetek, akkor jöhet az értékelés. Itt meg is kezdte Unoversum, úgyhogy ti is jöhettek 10x10 Fencánk stúdió szerint. Nem tudom, hogy már itt csütörtök este iszik, vagy ne, nem tudom. Miért van? Szerintem. Most amíg betölt, addig mondom. A betöltés is azért van, tudod, hogy addig felállj, addig szünetelj, kimenj mosdóba, stb. Szóval, hogy ezek biztos azért van így megcsinálva. Tudod, így látták, analizálták biztos a Premiere Pro fejlesztők, hogy csomó ember leül, és akkor dolgozik, és nem látja a családját, meg ilyenek, és akkor így beleraktak egy feature-t, így tudod, el tudom képzelni a meetinget, ahogy így ülnek a Premiere fejlesztő, és így átsrácok, ezek az emberek belepusztulnak a munkába, és hogy mi legyen ezzel. És akkor valaki, tudod, így jelentkezett, és akkor mondta, hogy srácok, mi lenne, ha néha így összeomolna a program, és akkor az pont elég idő, amíg újra feláll a rendszer, stb. Addig ki tud menni a családhoz, és akkor tudod, néha látják. Akkor így ültek a meeting, hogy igen, Béla, nagyon igazad van, berakunk egy kis crash-t, és akkor néha így ki fog crash-elni, és akkor tudsz élni is mellette is. És biztos, hogy ez így született, ez teljesen biztos. Kiengedtük! Hogy? Ne! Mit tettem? Miért nem? Hogy kapom vissza? Ne! A francba? Hogy történhetett? Végletlen, félre nyomtam. Francba vele? Így most nem tudom megvenni. Hogy rohadna meg? Aj!
Pont erről beszélgettünk most, hogy csinálom ezeket a mini ilyen shorts verkeket, amik ugye nyilván a verk az azt jelenti, hogy megmutatom, hogy hogy zajlik ez forgatás. És nyilván a rossz részeket nem vágom bele, mert nem akarok panaszkodni egy verkbe, szóval nem azt akarom, hogy az jöjjön át az embereknek, hogy amúgy vannak nagyon rossz részei. De mivel nem vágom be ezeket, ezért nem is tudják az emberek, hogy vannak rossz részei, ergo úgy jön le az egész forgatás, hogy ez egy ilyen fán, ott vagyunk, forgatgattunk, pici munka, és akkor tök jó. De közben van rengeteg negatív oldala, ami ezáltal, hogy én nem beszélek róla, nem jön át az embereknek, és így nem tudják. De nyilván egy verkbe meg nem azt akarom megörökíteni, hogy mennyit stresszeltünk azon, hogy esni fog-e 20 perc múlva, vagy nem fog esni fel. Na, hogy legyen egy olyan szabály is, hogy nem szabad írni a képre. És hát ez egy alapvető szabály amúgy. Ja, most írtam, ami alatt elmondtad ezt, de jó, a következőben akkor. Hát ez mondom, felidegesít, de mindjárt átjött tesóm, megcsinálja a kicsi emberre. Amikor a nagy tesód odaül a gépre, azt így picsázza mindenkit. Ja. Amúgy én is bénel leszek lehet. Ez mi? Látod? Milyen idegesítő? Ez nem működik. Nem, most megcsinálom azért is, ha már ide jöttem. Mindig csak ezek az ügyességi. Ezt tudod kinek ilyen? Szürreális, nagyon-nagyon szürreális. Nem is értem, mi történik. Ez olyan, mint valamilyen ilyen trip. Mint amikor valami nagyon rossz drogot próbálsz ki. Legyen itt. Jó, legyen igazatok. Ennyi. Legyen így. Szegény Viktor nem halad, amit a nézőknek nem tetszik a fény. Hát az ilyen. Az ilyen itt. Nem jó nekik semmi amúgy. Te is ezt tapasztalod streamekben, nem? Elkezdesz egy tök-tökéletes streamet. Minden király. És akkor valakik panaszkodnak, hogy legyen ez, legyen az, nem, ez így nem jó, az nem jó. És mi a baj? Nem jó a kábel. Szerintem megtört a vezeték. Pont mint én. És nem akar olyan, mint a kicsit így el lenne ferdülve. Értitek, mire gondolok. És nem akar működni. Hát srácok, ez egy ilyen stream lesz. Nem tudom, hol van még egy ilyen kábel. De szép kábel ez. És most kell keresnünk egy USB-t. Tekpercek Szabó Vitorra, köszönöm szépen, valaki klippelt is. Nincsenek képbe azzal, hogy mi ez, hogy mit csinálnak tulajdonképpen, csak mondjuk látták a Nessájt, vagy a Zsozi atyát, vagy az akárkit, hogy milyen jó videókat felrakni az internetre. Nem tudatosan csinálják ezt, azokat igyekszünk skippelni, mert valószínű ők még nem állnak arra készen, hogy itt YouTube tartalomgyártást csináljanak, és nyilván ennek a streamnek meg nem az a célja, hogy kiröhögjünk embereket, hanem az, hogy építő jellegű kritikánkat adjunk, és ezáltal jobb videókat csináljanak az emberek, szóval ezért próbáljuk ezt a korhatárt betartani, de nyilván vannak kivételek, amikor mondjuk ebben a videóban is fiatalnak tűnik, közben meg már most mondtam egy csomó pozitívumot róla, mert tök összezedetnek tűnik. Nincs egy normális gameplay csatorna, a Nessa meg így ült a péntek esti nem tudom mit csinálás közben, és ez történt egyébként. Ja, van egy csomó jó gameplay csatorna, nyilván az újaknak nehéz. Hát, de nem szeretném őket tönkretenni sosenki. Azon ki... mit mond? Hozzáknék nektek ide annyi példát, de nem szeretném őket tönkretenni sosenkit. Jó, oké. Nem mondja, hogy a The VR szar gameplay streameket csinál, mert nem akarja őt tönkretenni a The VR-t. Jó, oké, én megértem. Erik, veled vagyok, ne tegyünk tönkre senkit azzal, hogy elmondjuk, hogy rosszak. Lesz. Ez az, meg lesz. Már csak 9 kell, ez az. Ez az, megvan. Hú, nem is tudtam figyelni a chatet. Na, így kell, ez bizony. Ez megvan. Ja. Fém pohár, és nagyon menő. Hát látod, milyen menő, nem? Ebből akarom vinni a pohár. Pálinkát szerintem overkill ebből inni, szóval nem az, hogy overkill, nem biztos, hogy ez a jó szó rá, de szerintem az durva ebből inni.
Dűnevödör. Dűnevödör. Vaspoár. Na jó, menjünk tovább. Nézzük meg. Vaspohár az kicsit nagyon vagány. A szívőszál műanyag nem, az is fémből van. Milyen vágóprogramot használsz? Én nem használok semmilyen vágóprogramot. Ilyet, figyelj! Köszönöm a figyelmet, ennyi lett volna mára.